2015. augusztus 31-én tartották a gödöllői szennyvíztisztító telep ünnepélyes projektátadó rendezvényét. A fejlesztésnek köszönhetően tisztább és jobb minőségű tisztított szennyvíz jut a Rákospatakba, illetve a gödöllő is a szegi malomtavak vizébe. Idén augusztusban 4 napos rendezvénnyel ünnepelte Tura várossá nyilvánításának évfordulóját. A 12. híresvárosi vigadalom szombati napján a sport és a rockzene kapták a főszerepet. Ezúttal is megrendezték a Szent István napi mulatságot augusztus 22-én Szadán. A sokszínű rendezvény ismét rengeteg embert vonzott a sportpályára, ahol változatos műsorok, koncertek várták az érdeklődőket. Immár 4. alkalommal rendezték meg a Kakasfőző Fesztivált augusztus 20-án Kistalcsán. Az évről évre egyre több látogatót vonzó eseményen ezúttal 24 versenyző csapat indult, köztük a Lengyelországból, Erdélyből és Délvidékről érkezett vendégek is.